A francia idegen légióról rengeteg legenda terjed. Vajon igaz-e az, hogy ott bűnözőkből nevelnek katonákat? És vajon mennyire kemény a kiképzés? És az vajon igaz-e, hogy az ott szolgáló férfiak gyilkológépek válnak? Ezekre a kérdésekre is válaszol mai vendégem, aki 19 évet szolgált a légióban. Üdvözöljük Ludót, azaz Ludovic Makét, vagyis makkilajost. Lajost. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Levente klubja. Azonnal kezdünk. Szia, Ludo, Udva klubban! Köszönöm szépen, szia! Ugye a beszélgetésünk apropója a könyved, igen. ami a te 19 év szolgáltadról szól, vagy az alapján íródott a, a francia idegen légióban? Jól mondom? Uh, hát a légió után íródott, egy kényszer szabadság. igen, hát uh, inkább egy önéletrajz. Aha. És uh, egy kényszer szabadság alatt íródott. Oké, okay, erre mindjárt átérünk, de engem az érdekelne, hogy ez a mai 18-as karika, hogy mi van benne? Hát vannak benne háborús történetek a harcokról, és a légiós kimenők afrikai városokban. Tehát ilyen szex jelenetek vannak benne? Jelenet. Nincs, de vannak érdekes történetek, igen. Oké, okay. és a, harc, a harcokat véresen írtad le, tehát hogy az ilyen realisztikusan, véresen vannak megjelenítve? Politikailag korrektül szerintem. Aha, tehát akkor ez óvatosan. Bántál a szavakkal? Igen, igen. Okay. Próbáltam, próbáltam, igen. Oké. Okay. figyelj, kicsit így beszélgessünk először a légióról, jó? Hogy rakjuk rendbe ezeket a mitoszokat, amik a légióval kapcsolatban terjengenek az emberek fejében. Én sem voltam vele teljesen képpen, utána olvastam, de nem lettem sokkal okosabb az utánaolvasás után sem, mert mert azért így lebegtetik, hogy mi is folyik ott, és hogyan is zajlik az ottani élet. Azt olvastam, egyrészt, hogy 190 éve létezik, kicsivel több mint 190 éve. A másik pedig az volt, hogy, hogy ez tulajdonképpen a nem francia állampolgárok, tehát Európa szerte bárki jelentkezhet oda, férfiak gyűjtőhelye, akik vagy bűnözők, vagy pedig bajkeverő figurák. Ez mennyire igaz? Hát a légióról tudtik át, hogy a 19. század és a 20. század elején azért még, még a 20. században is, igen, sokan menekültek a légióba. Például volt a revolúció, után rengeteg bűnöző került a légióba. A 90-es évek, amikor én jelentkeztem, én is ezzel azokkal mentem a légióba, és sok más társam is. Azzal a különbséggel, hogy minden országban más a törvény. Van, akinek sikerült a második esély, van, akinek nem sikerült a második uh -huh. esély. Te mielőtt menekültél? Uh, engem 93-ban elítéltek egy csalási kísérletért. Uh -huh. uh, teherfúvarozással foglalkoztam, magánvállalkozó voltam, és belekeveredtem egy csalási kísérletbe. Nem szeretném részletezni. Lényeg az, hogy kaptam egy négy éves letöltendő büntetést. 93. decemberében. És azt vártam a behívót, voltam egy előzetesben, 100 napot, 93 márciustól június végéig, és akkor várva a behívóra közbe jött valami, jött egy olyan löket, hogy eldöntöttem, hogy jelentkezek a légióba. Uh -huh. És akkor kimentem Németországba dolgozni, augusztus 94 augusztusában és december jelentkeztem a, a francia idegen légióba. Szökevényként tulajdonképpen. Hát uh, akkor még nem volt uh, Európa, úgyhogy csak egy uh, állami körözés volt ellenem. Uh -huh. ja. Amikor te odaértél, akkor téged tárt karokkal fogadtak, tehát hogy fel voltak arra készülve, hogy oda olyan ember érkezik, akit uh, egyébként köröz a saját országa. Mikor én jelentkeztem, a másik nap rögtön behívtak egy irodába, és megkérdezték, hogy miért jöttél a légióba. Hát én azt mondtam, nem tudtam franciául, Problempolis. Uh -huh. Rendben, kinyitottad egy nagy könyvet ebbe a könyve, kikeresett nevet, ML, mint Maki Lajos vagy Maki Ludovik, mivel nevet változtattam Franciaországban. Kinyitotta a könyvet, és azt mondta, Mától Meszenszki Jánnak hívnak. És az volt a nevem, Ján egészen 98-ig. Az volt az érdekes ebben az egészben, hogy minden este volt egy névsorolvasás, vagy ahányszor volt egy névsorolvasás, az első két nap olyan fura volt, én nem is figyeltem fel a Meszenszkire. Kiabálnak, hogy Meszenszki, én megállok, a kollégám szóltva is a mellettem lévő, hogy ez te vagy, hogy mm. Ján. Milyen érdekes volt megszokni ezt a nevet. Amikor te kimentél a légióba, akkor te mit tudtál róla? Tehát, hogy, mert azért így a civil emberek, a laikusok azt hallják, hogy ez egy nagyon véres, nagyon kemény, nagyon szigorú szabályrendszer szerint működő elit alakulat, és hogy tulajdonképpen robotokat képeznek ki, gyilkoló robotokat képeznek ki. Te milyen, milyen információkkal, milyen elképzeléssel mentél? Tehát ugyanezzel az elképzeléssel mentem én is, mivel nem tudtam semmit a légióról. Egy volt osztálytársam ö, mesélt a légióról, ö, ami kiderült idővel, hogy nem volt igaz, amiket mesélt, és pont ez a könyv azért született meg, hogy ezt megcáfoljam, hogy hogy nem robotokat és gyilkosokat képeznek ki, hanem hivatásos katonákat képeznek ki. Szóval a kettő között óriási nagy különbség van. De hát igen, én is erre számítottam, hogy ez így lesz, hogy a dzsungelben csak non-stop azt eszünk, amit, amit lövünk, magunknak, vagy fogunk magunknak, a földön vagy a dzsungelbe fogunk aludni, és egy gyönyörű laktanya fogadott például az alapkiképzésen, ami számomra egy nagy csalódás volt, mert nem erre számítottam. De téged vonzott volna egyébként ez a dzsungelben azt teszik, amit találunk vonal? Igen, mert én, én erre voltam lelkileg felkészülve, hogy ez lesz, hogy, hogy mint, mint a filmekben egy Rambo. Én arra számítottam, hogy hogy ez ilyen lesz egy alapkiképzés. Lehet, hogy már a fejedben a bujkálás kicsit összefonódott a katonassággal, nem? Hát, hát igen, meg voltam otthon is katona, nagyon jó hadseregben voltam, a határőrségnél, a kommunizmusi vasfüggönynél. Igen, számomra én, én, én tényleg ezt vártam. És ennek ellenében mit kaptunk? Az állandó menetelés, az éneklés, a cigicsikkeket szedni reggel-délbe, mindig menetelve, énekelve menni mindenhova. A kövek fehérre voltak festve a laktanyába, a füvet sokszor ollóval nyírtam én is például 95-ben, mikor kikerültem a korzikára, büntetésből persze. Mit csináltál? Szóval, hát valami valami huncutságot elkövettünk egy magyar sráccal, és akkor büntetés az volt, hogy körömollóval kellett levágni a füvet az De milyen huncutságot nem fogod elmondani? Nem fogod őket belőle? Biztosan késtünk ja? a sorakozóról, vagy, vagy nem tudom, vagy valami ilyesmi. Tehát nem. akkor tulajdonképpen kertészkedtetek, csikkeket szedtetek, takarítottatok. Így van, a takarítás, megtanul az ember, először is megtanulja franciául mi az a rongy, mi az a vödör. Na mi az? Ö, Sarpier, ö, szó, az a vödör. Szóval ezeket az alapvető dolgokat, mi az a söprű, az egy balé, uh -huh. és akkor ezeket mikor megtanulta utána, megtanul vasalni. Mert az egyenruhát, azt ki kell vasalni. A kimenő ö, ruhát például, az inget, itt három és fél centis csíkok, három csíkot belevasalni, az újjába 5,3 mm. csak tudtál vasalni? hát megtanultam, aki nem tudott, azt megtanulta. Úgyhogy mikor mentünk őrségbe például, akkor egy vonalzóval jött a főnök, és azt mérte, hogy pontosan vannak e a csíkok belevasolva az ingbe. És nem akkor oda csapat, mi hát hogy mi nem, történt? Akkor a szolgálat után büntetésből ment takarítani a századba például esténként. Hogy ennyire ö, empatikusak voltak, hogy nem Persze. is oda csapott a vonalzóval, hanem ne. akkor ezért takarítani ja, Vagy plusz szolgálatot kapott valaki. Uh -huh. ja. Hány éves voltál te akkor? Én 26 voltam. 26. 24-ben, igen. 26 évesen becsöppentél egy olyan világba, ami nyelvileg sem volt a tiéd, tehát hogy franciául te akkor nem beszéltél? Hát egy szót nem beszéltem franciául, de, de időzőjelbe belénk verték a francia nyelvet, mert az alapkiképzésen az első hónapban például minden hétköznap reggeli sport után 9.30-kor a tanteremben volt a sorakozó, és ez 11.30-ig két óra francia nyelvlecke volt. És ezt minden nap. Hát az alapvető dolgokat, igen, megtanították, meg amit megtanított. Ut utána úgy voltunk, hogyha oda bekerül valaki, aki nem beszél franciául, mindig kap egy franciául beszélő binomot, például egy párt. Lehet egy franciára beszélő, franciául beszélőre jut egy vagy kettő nem francia, és akkor itt non-stop mindent együtt csinálunk, együtt megyünk még a zuhanyzóba, szóval mindenhova együtt megyünk. De akkor csak franciául lehet beszélni oda bent, vagy pedig ez nem szabály? De szabály, úgyhogy meg is van tiltva, hogy valaki az anyanyelvén beszéljen. Mm. Úgyhogy mi magyarok, hárman voltunk magyarok a szakaszban, hát előszeretettel beszéltük a magyar nyelvet, milyen más, hogy nem tudtunk beszélni szlovákokkal, megbeszéltem szlovákul. Vagy Aztán mehetél füvet vágni kisollóval. De hát ott nem füvet vágtunk, de akkor ilyen itt ilyen csoportos büntetéseket ezt nagyon elő, nagyon szerették. Hogy a többiek a, is utáljanak, hogy Persze, hogy a többiek is utáljanak, mert így van. Sok a kötélmászás, fekvőtámasz, kúszni a sárban, fel a időre. Szóval ilyen büntetések voltak. Hány év volt a, a, az átlagkor a többiek között? Hát szerintem ilyen huszon. 20-hoz közelebbi kor lehetett az átlagkor. Velünk volt egy 40 éves, egy olasz, aki, aki jelentkezett, de többnyire ilyen 20 évesek voltak. Én is már az idősebbek közé számítottam, 26 évesen. Földrajzi eloszlás tekintetében honnan jöttek ők? Azt mondta, hogy volt egy magyar srác, volt más magyar. Igen, kettő, kettő Magyarország, ilyen felvidéki magyar, cseh, szlovák, orosz, ez ilyen kevert. És hát ebből is menekültek valami elől? Tehát ez igaz, hogy a, hogy a nagy Na többség ilyen, az Nem menekül? jellemző, nem jellemző, hogy mindenki menekült. Rit nem mindenki volt bűnöző, idézőjelbe bűnöző, vagy hogy valami elől menekült. Kalandvágyból sokan. Uh -huh. És az volt a különbség, hogy elég sokan megszöknek a légióból. Úgyhogy volt egy Mert vicc. nem hagyhatják el maguktól? Tehát, hogyha már oda felvették őket, akkor nem mehetnek el önszántukból? Hát igen, a szerződést majdnem lehetetlen felbontani. Úgyhogy sokan rászánják maguknak, a, rászánták magukra arra, hogy megszökjenek a légióból. Volt egy vicc a 90-es években, a 4 században az Ejtőernyős ezredben, ahova kerültem, 95-ben hogy uh, mindig a magyarokat cikiszték azzal, hogy mikor kezet fognak a magyarok egymással, és megkérdik egymástól, szia, mikor szöksz meg. Szóval uh, igen, híresek voltak a magyarok. Magyarok a szökősebbek? Hát 90-es években, igen. Uh -huh. ja. A családot tudta, hogy te hova készült, hogy hova mentél, vagy ők se voltak ezzel képben, hogy ne, ne lesse megtalálni rajtuk keresztül? Én megbíztam teljes, teljes mértékben a családomban, úgyhogy természetesen édesanyámnak, édesapámnak elmondtam, az akkori barátnőm is tudott róla, úgyhogy ezt én elhatároztam, hogy kimegyek a Légióba, és én ebből nem engedtem. De maga a Légió egyébként mentességet biztosít, tehát hogyha mondjuk ott téged megtaláltak volna, vagy tudták volna, hogy ott vagy, akkor a Légió kiadott volna, vagy pedig nem? Hát szerintem abban az időben nem. Ráadásul még nevet is, más nevet is kaptam. Uh -huh ami ma is előfordulhat, de ma már nem nagyon vesznek fel ö, körözött személyeket. Ö, mentesít, nem hinném, ma már nem, az biztos. Úgyhogy nagyon sokat változott a légió. Kezd, kezd, kezdődött 2000-es években a változások, kezdődtek, és utána ez évről évre változik. Ma például olvastam az egyik cikkben így légiósok között, hogy, hogy ma az alapkiképzésem például már lehet mobiltelefonjuk hogy a családdal tudják tartani a kapcsolatot. Nekem még öt év szolgálattal se lehet mobiltelefonom. Úgyhogy amikor mentünk be a laktanyába, persze volt mobiltelefon, azt az alsónad a dugtok el, hogy motozásnál már csak nem... Oda csak nem nyúlnak. Persze, úgyhogy mindig úgy mentünk be a laktanyába, mert nem volt ritka az, hogy megmotoztak valakit. Nem? De miért lazul a szabály? Mert kevesebb bejelentkeznek és akkor ezzel próbálják kedvezőbbé tenni a, a lehetőséget? Hát szerintem igen, mert nincs. Szerintem az én véleményem az, hogy a motiváció kezd megszűnni az, hogy valaki légiós legyen. Hát mondjuk legtöbben, mert nem akar lenni katona, be. Hát azért sokan vágynak, mert a légiónak azért mindig megvan ez a mitosz benne. Sokan szeretnének légiósok lenni, csak nem találják a bátorságot arra, hogy kimenjenek. Viszont ma már változik a nyugdíjrendszer. 2009-től kezdett változni a nyugdíjrendszer. Én még belástam abba, hogy már nekem megvolt a nyugdíjam 2009-ben. Vagyis én már mehettem volna a nyugdíjba, úgyhogy engem ez nem érintett. De akkor hány éves voltál? 20, 2009-ben? Uh -huh. 26, meg 15, 30, 41. Ah, hát ez egy korai nyugdíj. Hát 41 évesen, igen. Uh -huh. 41 évesen elmehettem volna a nyugdíjba, de én még aláírtam 6 uh, hónaponként, meg egy évet uh, 19 évig. Úgyhogy így a nyugdíjam is növekedett, de mondom, ez a rendszer változik, és nincs ez a motiváció. Azelőtt 15 év volt a nyugdíjkorhatár, ma 21 év például. Hm. Nincsenek, nincs annyi misszió például, mint azelőtt minden évben mentünk misszióra, mentünk Jugoszláviába, Afrikába, különböző országokba, voltam Koszovóba, voltunk Új-Kaledóniába, mentünk egy hónap Katár. Szóval bejártam Afrikát, majdnem öt évet voltam, hogyha összeveszem az összes, összes missziómat Afrikában, és ma már ez kezd megszűnni. Úgyhogy hiányzik a motiváció a fiataloknak. De nyilván nem csak füvet vágtatok kisollóval, hanem volt más, amit, amit tanultatok. Milyen kiképzések voltak? Hát a kiképzés magába, hát szerintem az a szakaszparancsnok és a helyettes, meg hogy milyen őrmestereket, kiképző tiszteket kap valaki. Azon, az, azon nagyon sok múlik, hogy milyen a kiképző tiszt. Nekem szerencsém volt, mindig ilyen normális embereket kaptam, ilyen nyugodt, aki már lerokott valamit az asztalra. A legrosszabb mindig a fiatal őrmester volt, az még ilyen buzgó volt, meg akartam mutatni, hogy ő, hogy ő milyen kemény. De mi az a legrosszabb? Tehát hogy ő volt a leginkább egresztíroztató? Így vagy? van, így ha. van, hogy ők náluk nem volt nyugalom. Az ilyen fiataloknál sose volt nyugalom. Hogyha volt nálunk, a szakaszparancsnok helyettes például 18 évet szolgált az ejtőernyős ezredben, és onnan került át a kiképző ezredhez. Na hát ő nem kellett, hogy kétszer mondjon valamit az őrmestereknek, vagy a tizedeseknek. Ő csak egyszer halkan szólt valamit, és már mindenki futott. Szóval ott lehetett látni, hogy ott már van mögötte valami. És ezeket az embereket tisztelték mindig. És jó volt az ilyen emberekkel dolgozni, mert mi is megtanultuk azt, hogy nem kell, hogy kétszer mondja, mert tudjuk, hogyha kétszer fog kelleni mondani, akkor ebből baj, baj, lesz. Még az jó, hogy ugye ide szabad akaratban mennek az emberek, tehát nem egy, nem egy kötelező sorkatonaság, ahol az embernek kötelező elmenni, hanem ide ti akartok menni, tehát más ugye hozzáállás is alapvetően a kiképzőköz, nem? Hát igen, mert mi ezt akartuk csinálni. Azt nem érte sosem nem értettem meg azt, hogy, hogy például egy vagy két hónap után valaki haza akar menni, akkor miért jelentkezett, mire számított. Szóval sokan azt hiszik, hogy kimegyek légiós leszek, de légiósnak lennének sokkal, nem is olyan egyszerű. Esőben menetelni, egész éjszaka menetelni, szakad az eső hátizsák, fegyver, sár. Szóval szóval, vannak nehéz pillanatok is, és ez nem mindig könnyű elviselni ezeket a pillanatokat. Is. És főleg, hogyha, a, hogyha valaki ki szeretne menni, azt tanácsonál, hogy fizikailag is, és szellemileg is készüljen fel ezekre a dolgokra. Az, aki fizikailag felkészül, annak könnyebb elviselni azokat a dolgokat, ezt, a, ezt az egreciroztatást például mint az, aki, 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 nem tud például ötöt húzockodni, vagy nem tud lefutni öt kilométert, na ennek már kettő problémát kell megoldania. Oké, okay, mennyivel volt keményebb az, aki képzés, mint a sorkatonai képzésed? Hát én egy elit alakulatnál volt, a határőrség a kommunizmus alatt azért elit alakulatnak számított, a belügyminisztérium alá tartozott, a Sumava voltam. Ugyanúgy ott három hónap kiképzés volt, a légióban négy hónap kiképzés. Ö, Összehasonlítva azt mondanám, mind a kettő kemény volt. Viszont nagyon professzionális volt a kommunista hadsereg, a határőrség, mivel a vasfüggöny mögött voltunk és mindenki, aki át akarta lépni, az volt a feladatunk, hogy elkapjuk. Ami más a régióban, a kiképzés leszámítva például, hogy, hogy ezek a külföldi missziók, na ez, ez, ez a motiváció, hogy eljutni Afrikába, mert egy na, egyszerű halandó ember nem biztos, hogy el fog jutni Afrikába, hogy Gabonba, Csátba, Elefántcsontpartra, vagy, vagy bárhova ezekbe az országokba. Misszió alatt Harcolást értesz, vagy pedig ilyen segélyként pakolni, építeni, ilyesmit csináltatok? Hát a misszió az két különböző részre osztjuk. Az első az a katonai jelenlét. A katonai jelenlétről annyit, hogy például vannak katonai bázisok a volt francia gyarmatok, mondjuk Gabon vagy Djibouti például, van több száz vagy több ezer katona jelen. Ez arra az esetre, ha ott abban az országban történne valami, vagy a környező országokban, és akkor onnan közelebb bevetni ezeket a katonákat, nem kell Franciaországból hozni őket. A hadművelet az nem meg... Kell őket feláldozni, igen. igen. A hadművelet az meg egy fegyveres konfliktus, ahol nem mindig használjuk a fegyverünket, elég a jelenlét, vagy, vagy járőrözés, úgyhogy szerencsére nem gyakran keveredtem tűzpárbajba, de, de igen, volt benne részem. Akik egyébként elmennek a légióból, ők mire hivatkozom, mennek el, vagy szöknek meg a légióból? Mert azt olvasom egyébként cikkekben, hogy a jelentkezők 13%-a felel meg nagyjából az elvárásoknak, tehát hogy viszonylag szűk az, az a ember száma, ami bekerülhet a légióba a szerződéssel, akik mégis ezt... Vagy a, vagy a kiképzésre szoktak meg, tehát még nem volt szerződés. kiképzés után többnyire. Aha. Mert kiképzés alatt még kérhetik a civilt, addig még nem írják alá a szerződést a negyedik hónap végén. Uh -huh. Hogyha kiképzés után szöknek. Ja, akkor szöknek meg, ilyen. Akkor, akkor, már nem, nem lehet felmondani Igen, a szerződést. Ők mire hivatkozza szöknek meg, vagy mi az oka? Hát a, a, hanem a, ha a legnagyobbok ok mindig a lányok voltak. A volt barátnők. Ja. Úgyhogy az ismerőseim közül, akikkel tartom mai napig a kapcsolatot, a, megszöktek a légióból, vagy nem, akik megszöktek, az annak 99 az lány miatt. Mennyire volt egyébként kimenőtök? Tehát, hogy ott lehetett csajozni, vagy, vagy uh... Hát uh, igen, Kalviba, Kalviba uh, például, amikor kikerülsz az ezredbe az alapkiképzés után, kérheted, hogy melyik ezredbe szeretnél menni. Az első tíz abban az időben úgy volt, hogy az első tíz helyezett kérheti, hogy melyik ezredbe szeretne menni. Én egy törnyősok szerettem volna lenni, mondtam, hogy ha légi, akkor legyen a javából. És volt -e? hát tízből. Igen, és bele, benne akár belekerültem az első tízbe. Nehetik volt ez, mint nem uh, volt, Nyolcadik, azt hiszem, vagy ha? kilencedik és úgy sikerült, hogy, hogy kiutottam Kálviba. Kelviba, először ültem repülőben az életemben, mikor átrepültünk Isztr a légierőtől a korzikai légibázisra. Ez egy nyitott katonai repülő? Vagy Ez milyen? a C-160-as transzál, igen. Na most azt az ember azt hiszi, hogy a repülőben lehet nyugodtan beszélgetni jó időben. Hát nem, a katonai gépekben minden csörög, minden zörög, éget kerozin szakban, vagy 40 fok van bent, vagy 5 fok, úgyhogy hát nem úgy van, mint a filmekben. Sok Tehát mintem. nem egy business class volt a van. És <laughs> aztán kikerültem korzikára. Ha lehettek van nem az bírtad volna? Hát az nem volt, de van a légierőnél, vannak lányok is, igen. És utána egy kis idő után teljesen hétvégén vannak kimenők. Egy sima laktanyai élet, ugyanúgy, mint itt Magyarországon például azelőtt, hogy ki lehet menni, ki lehet. Minden nap ki lehetett menni a városba például. És Kálviról tudni kell, hogy az egy turista város. Hogy hmm. ötszörös ő a lakossága Kálvinak nyáron. Úgyhogy... Egyenruha vonza a nőket. Egyenruha vonza a nőket, igen, és rengeteg sztori történt a Kálvi városban az éjszakában. De nem számolta, nyugtasd meg, hogy nem számoltad össze, hogy mennyi sztorid volt az éjszakában. Hát nem, nem számoltuk. Hát én nem is voltam ez a típus. Akkor volt a barátnőm, akitől elköszöntem, mikor kimentem, úgyhogy én ez a hű, hű típus vagyok. De vele, vele egyébként kontaktáltál, tehát hogy vele Ö, tudtál kommunikálni? hetente minden vasárnap telefonáltam a szüleimnek, a barátnőmnek, 96-ban megszületett a fiam, uh -huh. egyik szabadságon történt meg a dolog. Úgyhogy ott találkoztunk szabadságon, utána kiártak utána szabadságra a fiammal, és így 2001-ben uh, szakítottunk. De fiammal, meg a ex is tartom mai napig a kapcsolatot. Akkor te voltál a jó fiú a, a, a kimenők alatt, aki csak szemlélte hogy mi történik ott a környéken. Így van, így van. A, magában a, a légiós... Uh, környezetben te tudtál volna karriert építeni? Tehát, hogy mondjuk lehettél -e volna kiképző, vagy ott mindenképpen francia állampolgárságra van szükség. Tudtál, tudtál volna valamiféle vezetővé előlépni? lépni? Hát törzsörveselekként szereltem le, úgyhogy a 19 évvel. igen, a karrier az megy magától. ahogy jön a szolgálat, például két év, két, egész, két év, hét hónappal el akartak küldeni tizedes képzőre, csak hát volt egy magyar buli, mert megint a balhé. És, és akkor volt egy balhé, egy kis verekes, verekedés, akkor lefokoztak. De hát hogy rejtő, pont ezt írja a légiósokról, hogy a kocsmában verekednek és hasonlók Hát ez bent volt a laktanyában, igen, a többet ittunk a kelleténén. Hát fiatalság, bolondság. úgyhogy lefokoztak, négy és fél évvel sikerült megcsinálnom a, a négy és fél év szolgálattól a tizedes képzőt. Hat évvel őrmester lettem, tizenkét évvel törzsőrmester lettem és akkor 19 éve leszereltem szereltem törzsőmesterként. De. De most visszatérsz, nem? Ö, hát nem a légióba térek vissza, várom, egy szerződést várok, egy ja. afrikai szerződést, egy munka ajánlatot kaptam, úgyhogy várom a szerződést. Azt hiszem, hogy a légióba mész majd vissza Afrikába. Nem, nem, az már korhatárt elértem, hogyha már nem lehetnék. meddig légióba. lehet jelentkezni, vagy meddig lehet ott bent lenni? Hú, azt hiszem, hogy ha nem tévedek, akkor úgy van, hogyha valaki leszerel, akkor hat évig visszamehet. Ja. Hogy uh -huh. hat évig visszamehet, és akkor visszaveszik azzal a ranggal, amivel leszered. De lehet, hogy meg fognak táfolni ezzel, de én így emlékszem erre. Uh -huh. Hívtak egy idő után, mikor leszereltem, Görögországban dolgoztam egy egy magánszigeten. Egy magánszigeten? Igen, egy magánszigeten. Tehát az életed tele van izgalommal? Igen, először úgy, mint a Residencial Safety Officer, mi ezt virágcserépnek hívjuk, tudod olyan, hogy egy őr, lerakjuk a kikötőbe az őrt, ott van mint egy virágcserép, két órán keresztül vigyáz rá, és akkor arrébb rakjuk a virágcserépet, szóval én ezt ennek hívom, pot franciául. Utána 16-tól, január 1-től meg én lettem a site security manager a szigeten, úgyhogy én voltam a felelős ezek az a apró kis dolgokért. A kotisátások mindent, egy következő könyv témája. Hát az a baj, hogy ott van egy uh, titoktartási szerződés, úgyhogy ott nem lehet könyvet hírni. Úgy magyarul. <gül> <gül> Maximum görögül kellene megírni. Ja. Oké, okay. uh, azt hogy te kaptál új nevet. Ez csak annak volt köszönhető, hogy te menekültél, vagy ott mindenki kap egy új nevet? Uh, ne, nem jellemző, hogy mindenki. Uh, többnyire a legtöbb embernek megmarad a saját neve, csak többnyire azok az emberek, akiknek vaj van a fejükön, úgyhogy úgyhogy én ebben a kategóriába tartoztam, úgyhogy én kaptam egy nevet. Ezt 98-ban visszakaptam, visszakértem, mert enélkül nem lehet megkapni a francia állampolgárságot. Úgyhogy nekem a célom minden esetre a francia állampolgárság volt, és ahhoz vissza kellett kapnia az eredeti nevem. Úgyhogy négy év után visszakaptam, és négy és fél évet vártam a francia állampolgárság. Majdnem kilenc év szolgáltam volt 2003. októberében, mikor megkaptam. És akkor hogy most francia állampolgár vagy, vagy kettős állampolgár? Vagy kettős hogy van? állampolgár vagyok, szlovák és francia. Azt is olvastam, hogy akinek van családja, tehát felesége, meg gyermeke, az nem is léphet be a, a légióba, ez igaz? Beléphet, hogyha eltitkolja. Aha. Nem szívesen, de be lehet lépni, sokan kihozzák utána, utána a családukat, a családjukat őrmester. Abban az időben minimum őrmester vagy szakaszvezetőnek kellett lenni rangban, hogy valaki kint lakhasson a városban. Ha nem lehetett kint lakni a városban, csak laktanyában lehetett lakni a közkatonáknak. Közkatonában uh -huh. közkatonába beleszámít a, az őrvezető, a közkatona őrvezető és a tizedes. Amint szakaszvezető lett valaki, vagy őrmester, őrmester viszont lehetett egy nagyon jó katona, akár négy év szolgálattal is. Úgyhogy ők már kimehetnek, kibérelve vannak katonai lakások, amiért egy minimumot fizet például, vagy kibérel magának egy civil szektorba egy kis lakást, és akkor oda kiviheti a feleségét, a gyerekét. És akkor már előállhat vele, Nekem mégis van mindenki. Hát igen, voltak ilyen esetek, igen, főleg azok, azoknak volt problémáik, akik Európán kívüliek voltak, egy kazaksztáni srác, akinek elég nagy problémája volt, hogy megkapja a. a az engedélyét a felesége. Szóval, de mindig a légiósoknak azért tisztelik a légiósokat. Francia a légióba bárhonnan mehet ember, nem csak Európából, hanem akar bárhonnan a világból? Bárhonnan. Több mint 130 nemzetiség van a légióban. És ez az erőssége a légiónak. Sokan megkérdik, hogy miért olyan jó a légió. A légió azért jó, mert 130 nemzetiség, és a mindenféle vallást megtalálni, mindenféle bőrszint, és minden ugyanazt a cél szolgálja, és testvériesen de például a vallásgyakorlás az engedik a különböző vallásúaknak? Tehát, hogy aki mondjuk uh, leborul bizonyos időközönként, az, az uh, lehető? Hát uh, Korzikán uh, nem szívesen jön. Mindig meg volt adva, hogy Korzikára például uh, kevesebb muzulmán jött. Jöttek, uh, jött nagyon kevés tunéziai például, még kevesebb algériai, de viszont több uh, marokkói volt. Uh, nem nagyon nem nézték jó szemmel, igen, hogyha ezt gyakorolta a vallását, hogyha, hogyha nagyon, vagy a ramadán se tartották be, mert akkor mindig kiabáltak velük, vagy erőszakkal megítattunk velük valamit napközben. Szóval hogy azt akartuk, hogy olyan katona legyen, mint mi, hogy ne, ne a vallás irányítja ő, irányítsa őt, hanem hanem teljesen mértékben, szellemileg a légiósokkal legyen, hogy, hogy egy csapat legyünk. Jó, csak ez nem ilyen személytelenítés, tehát hogy mindenki ugyanolyan legyen? Hát szerintem nem, mert ezt, ezt csinálta azt, hogy a, a mi erőnk a légióban legalábbis utána mehetünk egy más ezredbe, elmehetünk a gyalogsághoz Némbe, például ott jellemző, hogy rengeteg Pakisztáni van, például muzulmán, észak-afrikaiak, a tankistáknál orancsban például és rengeteg kínai. Mm -hmm. Szóval egy, egy oda megy Kínából, egy faluból, az kiviszi a fél félfalut például, vagy a környező ki, kimegy az összes, mert jaj de jó itt, ez, ez csak az én véleményem, de nagyjából ez így működik, mm -hmm. hogy jönnek a barátok, ismerősök, hallottam a légióról, és akkor kivisszük őket. Hát főleg mostanában ugye szerencsére viszonylag kevés bevetésen kellett részt venni, gondolom, nem? Hát szerencsére ez inkább kár, mert a légió a légió, hát A, a légiós, nézőpont kérdése, én örülök, igen. hogy kevés helyen kellett bevetésre menned. Igen, de, de nekem az a véleménye, hogy a katonát katonává azt teszi, hogyha részt vesz egy, egy éles bevetésben. Hogyha kimegy egy misszióba, az lehet Afrika, lehet Afganisztán, lehet Irak. Mai katonáknak egy laktanyai élet szerintem az nem teljes katona. Szerintem az az ember, aki nem megy ki külföldre misszióra egy valódi misszió, az lehet nato belül, vagy egy afrikai gyarmat. Az a, és szerintem azt, hogy, hogy részt vesz ebben, akkor lesz egy teljes mértékű katona valakiből. Tehát ha öl? Ezt te mondtad, ezt nem én mondtam. Csak ezt veszem ki a szavaidból ezért. Jogos önvédelem. Uh -huh. Tehát hogy azt, hogy te embereket lőttél le, az neked elszámolás -e szempontjából nem okoz problémát? Ö, egyszer megkérdezték az egyik íróolvasó találkozón, hogy, hogy részt vettem ilyen harcban, hogy, hogy nem hallok semmiféle hangokat az éjszaka. Ezt akartam kérdezni, ez a posztorumás Na, ez nem jelentkezik. A válaszom láthat. az volt, igen, hogy hallok hangokat, amikor a feleségem azt mondja, Maci, ne horkolj. Egyedüli hang, amit hallok. Szóval nincs, nincsenek álmatlan éjszakáim. Az, aki velünk szemben állt, és ezt nem tudja megcáfolni a légió se, az, aki velünk szemben állt, az, az, azok voltak a rossz fiúk. Mi mindig a jó oldalon álltunk. Mi mindig a törvény Soha oldalán. Soha nem egyébként ebben, egy jó oldalon állsz? egy adott parancs, egy Franciaország nem fog beavatkozni egy köztársasági elnök ellen, még ha elő is fordult, előfordult 2011-be, aki mellett, akit védtünk, 2003-ban és 2004-ben a Franciaország megfordította a kabátját és eltávolította a köztársasági elnököt, és az ellen mentünk, akit mm -hmm. védtünk kétszer. De mi egy parancsot hajtunk végig nekünk, ez a parancs. Számunkra ez a jó. De akkor nem volt soha az igazságérzetetben emiatt megbicsaklás, hogy Ö... most jót teszel-e vagy sem? Olyan emberek, meghúzni a ravaszt, Ö, nem zavar, hogyha olyan emberek, olyan ember áll szembe, aki gyerekeket és asszonyokat gyilkol. Mm -hmm. És erről írok a könyvben is, ö, nincs fordulásom az ilyen emberre, ö, de ezt, ilyen o, emberért. De ezt honnan tudod, hogy mondjuk ő pont személy szerint embereket és gyerekeket és asszonyokat gyilkolt? Mert tudjuk, hogy kik, kik voltak a lázadók, van ö, titkosszolgált, van megfigyelés, ö, ö, Mindent tudtunk róluk. Azt is tud, tudta Franciaország, hogy ki hozza a fegyvereket nekik, honnan kapják a ruházatot, a fegyvereket, szóval mindent tudtak. Mm. És amikor bejönnek ők egy faluba tőlünk, két és fél kilométerre például, és felgyújtják az egész falut, és, és meggyilkolják az asszonyokat, gyerekeket, nem hiszem, hogy ezt el kellene nézni. Te mesterlövész voltál, ugye? Igen. Tehát, hogy te távolról céloztál, tehát nem közelharcban Igen. történtek ezek az esetek. Ez gondolom kicsit azért másabb, nem? Tehát, hogyha közelharcban történik, és ott szúrod le, lövöd le, akkor ez egy másabb hát ez a, Igen, az első, második világháború, talán inkább az első, hogy leszúrok valakit a, a, bajonettel, a, a, a puskacső végén. Egy törrel, igen. Vagy igen, egy törrel. Ö, nem. A filmekben van ilyen, tehát hogy filmek az ének van közelharc hát, egy csomó helyzetben, nem csak a második világháború persze, a hát, Előfordult állunk is, hogy három méter volt a legközelebbi, odáig kúzott a, a lázadó. A szerencsére fel volt, a csőre volt töltve a, a fegyvere a srácnak hogyha a reakció gyors volt. Ha hiszed, hanem inkább a közelharcba volt több akcióm, úgy, mint mesterlövészként. Mert a mesterlövészről tudni kell, hogy hogy ő egy tíztagú csoportban dolgozik a mesterlövész. Én így különböztetem. Van egy mesterlövész, és van a szniper. Mm. A különbség a kettő között. A mesterlövész az, az egy csoportban, tíztagú csoportban, ő azokat a célokat uh, célozza, amit a, a gép gépfegyveremen nem tudnak eltalálni 300 és 400 méter fölött. Neki az a missziója, hogy a távolabbi célpontokat uh, hatástalanítja. A sniper, uh, az viszont a sniper szó eredetét tudod-e? figyelj, szerintem látod, hogy semmit nem tudok erről a témáról, tehát én sötétben szalonka. tapogatózom és érdeklődöm. Szalonka, azt tudod mi? Ez egy madár, nem? Igen, a szalonka. Nagyon gyors, ilyen félénk madár, és a, a, az angol tisztek Indiában, amikor még gyarmat volt. De tudtam a szalonkát, több piszkáljuk meg ja, <laughs> nem végtem be jobban. Hétvégén kiálltak szalonkára vadászni. A szalonka angolul snipe jelent. Ó, oh, ja. Yeah. És uh, amikor lelőtt, az a, az a tiszt, akinek sikerült elég köze uh, osonni a madárhoz, lopakodni a madárhoz, hogy le tudja lőni, azt neveznek Snipernek. Na szóval a szó eredete az innen ered. Tehát akkor ez ilyen uh, settenkedő mondjuk. Így van. Mm. A célja a snipernak az, hogy nem, nem a lövészet az első, persze nagyon jól kell lőni. De de ott már kell egy kis intelligencia is. Egy sniper ott már muszáj topográfiát ismerni, a térképészetet, a és különböző... És a ilyen levelekből, ilyen kamú levelekből háló, és akkor az magadra terít, és azzal mászol. Így van. Hát oh. a megadott időben, mikor már túl közel vagyunk a, a, a veszélyes zónához, akkor igen, előfordul, hogy ilyen 3-4-500 métert tudsz csak megtenni óránként például hogyha nem hat vagy. És a vagy kakálni kell, akkor mit csinálsz? Hát, ezt, hát, hát igen, ez is bele tartozik, ezt úgy kell csinálni, hogy ne lássan, soha ne, kap, ne tudjanak elkapni. Aha. Nem hagyunk nyomot soha magunk után. És akkor a, a fő cél mindig jelentést És nézed, nézed a szélállást, hogy ne arra fújja a de a szagokat, illatokat, a szél, amerre ez, 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 ez hát, is nézel? Hát, hogy attól függ a célponttól függően, attól függ, hogy hány csoportban voltunk, mert ilyen kettes és hármas csoportokban szoktunk. A legjobb mindig egy célponton megfigyelni négy oldalról, mind a négy világtáj felől megfigyelni. Hmm. Ha csak egyedül voltunk, hárman vagy négyen például, vagy ketten, akkor mindig úgy próbáltuk megcsinálni, hogy a nap hátunk mögött legyen, mert nappal szemben te na, nehezen tudsz nem megfigyelni. mindig behúzottunk egy kis bokorok, Tehát, meg se téged, akkor meg nap a szemébe és a lövészetnél meg fontos például, hogy a, a domináns szelek honnan fújnak, hogyha az a legjobb, hogyha hátulról vagy szembe fúj a szél, mert akkor kevés az állítás a távcsöven. És ekkor gondolom, nem tudtok kommunikálni, vagy legalábbis ilyen minimális mozdulatokkal, gondolom, rádió az ilyenkor nem játszik, mert az behallatszik, nem? Hát a rádiót, ha... persze, a rádiót használjuk. Tehát Úgy, ez nem hallatszik ki, vagy ez nem, nem hangos annyira, hogy uh, meghallja bárki? Hát uh, mindig olyan helyen voltunk, hogy hát nem, mi nem mentünk 50 méterre a, az ellenséghez, mi azért ilyen 4, 4, 400, 500, 600 <laughs> igen, 4-5-600 méterről szoktuk. Hát a, a puskának a, a lőtávon belül próbáltunk maradni. Mondjuk egy 308-as kaliber akkor 800-850 méterig jó időjárási viszonyok között lehet lőni. Uh, onnan távolabb, akkor már kell a 300-as, uh, vagy a 338-as, vagy az 50-es kaliber. Szóval ez, ez túl technikai dolgok, hogy ebbe most uh, hát erről órákat tudnék beszélni. Igen, látom, hogy mert... élvezed, látom rajta. Imádom, igen. Ja, de úgy, hogy mindig a puska lőtávon belül maradjunk, és, és meg tudjuk figyelni, hogy látni a, a célpontot, és jelentést adni a többieknek. Milyen aktív, passzív védelem van például, lehet az egy szöges drót, egy kerítés, vagy bármi, van, milyen antennák vannak, mi, mi, a, mi a célpont? De hogy ti ilyen esetekben nem kiképzett katonák ellen harcoltatok, ugye? Tehát, hogy ezek eh, civil emberek voltak, akik fellázadtak sok esetben. Hát, ö, Afrikában... Ö, Lehetne mondani, azt is voltak, volt katonák, de volt közöttük tí, éves gyerek is egy kalasnyikovval például. Igen, szóval nem volt ritka az is, hogy egy gyerek vagy egy nő fegyverrel állt szembe velünk. És ez sem okozott problémát, Ö, meghúzni a ravaszt? Nem okozhat problémát, mert ő habozás nélkül rádlő. Aha. Szóval ezt nem szabad elfelejteni. Ő számadra ellenség. Mi azért nem, ahogy említettem, a légisok nem gyilkosok. Mi a jogos önvédelem alapján jártunk mindig el. Ha vele szembe fegyveres ember volt, és ha engem veszélyeztetett, igen, akkor nem haboztunk meghozni a ravaszt. Ha a fegyvert, akkor nem bántotta őt senki. Szóval nincsenek kínzások, mint a, nem tudom, milyen sok könyvbe lehet olvasni, a volt szökött légiósok, amit írtak könyveket. Nem akarok reklámot csinálni ezeknek a hazugságoknak, de de rengeteg hazugság van. De ezekkel. akkor nincs textil az arca, és akkor arra vizet önteni, és hasonlók. Hát ez van kiképzésen ilyen dolgok. Homok a fejünkre húznak, vödör víz, sport ránk rógnak, megkötözve hátul a kezek. Ez ilyen alapkiképzés. Ja, hogyha titeket kínozna valaki, akkor hogy arra reagáljatok? Vagy... Így van, erre felkészíteni. Ez évente csinálunk valami tanfolyamot, például egy mesterlővész tanfolyam előfordult, hogy így bántak velünk két napon keresztül, bezártak minket egy teherautóba, leponyvázták, beraktak egy barlangba, minket onnan meg kell szökni. Visszajutni a bázisra. Szóval olyan játékokat játszottunk. Vagy kis játékok, ezek tényleg? De én, érdekes volt. Az volt a legjobb, mikor a kutya megkergetett minket egy korzikai kempingbe, és mindenki a, a, a karavánok tetején ugrált, hogy a, a német juhász ne kapjon el. Mennyire voltál életveszélyben? oké, egy háborús élet életveszélyes, de hogy volt olyan szituáció, milyen nagyon forró volt? Voltak igen. Talán a számomra a legveszélyesebb az volt, mikor Iván barátommal, akit, akiről sokat írok, szerintem egyik legjobb barátom mai napig, 18 évet volt a légióban én 19-et, voltunk olyan helyzetben, hogy vagy őt, vagy engem céloztak egy rpg 7 páncéltörővel, és pont a kettő autó között menten, nem találták el se az ővét, se az én autómat, és a mellettünk lévő házban robbant. Ez volt a, szerintem az, hogy azt mondtam, hogy na, most már oda kell figyelni. És akkor ez így tartott egész nap egy ilyen kisebb harcok, hol itt lövöldözés, hol onnan lőttek ránk, mi vissza. Szóval ez ilyen érdekes, ami, ami katonát csinál a katonából. Na. Ugye a filmeket nézve én azt látom, hogy a legmegrázóbb pillanat, amikor mondjuk egy bajtársad hal meg, mondjuk egy harc téren, vagy pedig egy szituációban. Neked volt ilyen élményed? Nem volt közvetlen közelembe, szerencsére, de de volt, hogy kiraktam, segítettem kivenni a koporsót a repülőből, amikor hazahozták Afganisztánból. Hát, hát nem, nem, volt könnyű ezt a pillanatot így átélni. Nehéz, nehéz erre visszagondolni. Pont tegnap előtt halt meg egyik mesterlővészem, aki volt Elefántcsontparton akiről írok a könyve, Igor volt a légiós neve, mert neki is nevet választottak, tegnap előtt halt meg szívrohamban. De hát ilyen az élet. Mi is arra voltunk, mi mindig fel voltunk rá készülve, hogyha eljön a pillanat, és hogyha olyan, akkor mi nem féltünk. Sose féltünk, ha elindult egy akciló, akció, akció ha, ha, egy spontán akció volt, hogy megtámadtak minket, a reakció olyan volt, hogy nem volt időn gondolkodni, hogy jaj, mi lesz, ha. Viszont ha készültünk egy akcióra például, amit írok, hogy 98-ban, amikor beavatkoztunk Mosztárban, igen, ott volt az a várakozási idő, és ott álltam a buszba, a golyóálló mellénnyel a fegyvert, tízszer ellenőriztem, hogy főre van töltve, hogy, hogy megvannak a tárok, Tízszor, tízszer, szer meghúztam a, a sisakom ö, szalagját, Szóval igen, az más. Mert akkor, akkor benned van ez a idegesség, hogy mi fog történni. Mert tudod, hogy te mész hogy, hogy, fognak fogadni? Van nála a fegyver? Nincs nála a fegyver? Mi lesz a reakciója, hogyha meglát minket? Igen, ez más, de jobb a spontán akció. Jobb volt Afrikában, éjszaka halszunk, egyszer csak lövöldöznek. Szóval akkor ez a reakció, nincs ez a gondolkodási idő. És a reakció, ez olyan, mint, mint egy úthenger. Azt, amit tanítottak velünk a kiképzés alatt, és a kiképzés nálam 19 évig tartott. Ha, ha valaki a légióban marad, annak a kiképzés az végig tart. Ez nem úgy van, hogy és elértem egy rangot, és akkor most zsebretett kézzel sétálok a fiatalok mellett, akik akadálypályát csinálnak, hanem a felettes az mindig példát mutat. Ő megy első. Szinten kell tartani, gondolom, az eddig Szinten kell minden. tartani, mert minél magasabb vagy rangban, annál többet várnak el tőled fizikailag is, és tudásban is. Úgyhogy aki nem tud példát mutatni egy harcászati században, azt átrakják majd később, vagy átkérheti magát egy más ezredbe, vagy a logisztikai századba, lehet autószerelő, lehet szakács, azokra is szükség van, úgyhogy ez így működik. Nőket egyébként nem akartak soha felvenni, vagy nem volt erre ö, kezdeményezés? Hát nem hiszem, hogy a, abban az időben, amikor én voltam, hogy erre légiósok jó volna készülve, hogy egy nő, nőnek a parancsait haj, hajtják végre. Tudok mondani egy példát, egy román srác crossfitezik, ma leszerelt, Amerikában van. Fú, Laktanyában voltunk, Abidjanban. Elefántcsontparton. parton. Uh -huh. Bementünk így az akció után, már, már váltások voltak, és akkor jöttek, leváltottak minket kint a pozíciókon, és a utolsó két nap már csak ilyen fegyvertisztítás és a laktanyai élet. Mielőtt visszarepültünk Franciaországba. És elmentünk ö, a hadnagy hölgy előtt, és szóval tette, hogy a román tízeres nem tisztelget neki. Na hát ez meg nyúlt, megfogta a, a, a csomagját, és azt megmutatta, te ezt nem akarod. Úgyhogy szerintem az hát ilyen légiósok ö, nem voltak erre. Na szóval ilyen, igen, 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 tudnak, tudnak ilyenek is lenni a légiósok, igen. Elején belülük az ős é, Így van. Oké, okay. az előbb így említetted, hogy hogy nem féltek a különböző szituációktól, meg a szituációkban. Erre van egyébként kiképzés? Tehát egy mentálisan valamilyen tréning, ami, ami segít abban, hogy a, a, a pánik szint az nem emelkedjen? Uh, nehéz, uh, nem, ez, 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 egy állandó kiképzés. Ára, hogy valaki erre nem tud, nem, erre nem lehet felkészülni szerintem az éles uh, bevetésre, mert teljesen más, hogyha céltábrál lő valaki, vagy, uh, vagy vissza is lő a céltábla. Úgyhogy az, az, nem ugyanaz a kettő, mikor a golyó elkezd röpködni uh, a fatetején, vagy a, a, az úton, uh, ott azért már másképp viselkedik az ember ezt szerintem idővel, a korral az ember meg, nem az, hogy megszokja, mert ezt nem lehet megszokni, de, de óvatosabbá válik az ember. Szóval oda tud jobban figyelni ezekre a dolgokra. Előre látóan már olyan helyekre fog állni, ahol tudja. Egy fiatal lehet, hogy ezt még, ezt még nem tudja. Hogy, hogy visszatérve az álmatlan éjszakákra, mint a filmekben látni, hogy egy volt veterán katona például elkezd gyilkolni mint pár amerikai filmben például. Ugye ez a posztromás stressz, Igen, Franciaországban a leghosszabb misszió, ami lehet ö, egy fegyveres ö, konfliktus egy hadműveleten, az hat hónap. Hat hónap után ö, az embernek az agya kezd átállni. És akkor azt mondjuk, hogy egy hat hónapot eltöltesz egy háborús zónában, övezetben például, akkor nem biztos, hogy onnan épelmével fog kijönni az ember. És ma ezt képezi ki az egyéves orosz háború, például, hogy ezt csinálta a vietnámi háború, ezt csinálta az indokínai háború, a franciák. Szóval, minél hosszabb ideig, vagy itt van Szíria, évekig harcoltak 2011-től például. És, és ezek csinálják, ezek a konfliktusok, ilyen hosszú ideig csinálja azt, hogy az ember az elméjét kicsit megfogja ez a dolog hogy hat hónap az a lélekteni határ ezek szerint? Tehát, hogy ezt kutatták, Így van, így van. De az amerikai hadsereg például ki mennek egy évre is akár Irakba, a, vagy Afganisztánba abban az időben, amikor még kint voltak. A francia hadsereg hat hónap Afganisztán, maximum hat hónap Afrika. Úgyhogy ez a különbség. Uh -huh. Ugye te a, a légióban menekültél tulajdonképpen a börtönbüntetés elől. De hogy nem tudtad elkerülni a börtönbüntetést, ugye azt le kellett ülned. Igen, 26 évvel később, 2093-as ítéletről beszélünk, uh -huh. és 2019-ben letartóztattak a Makedon-Görög határon. És akkor te nem volt elég jónak a. Hát akkor a már akkor már 6 éve civil voltam, 6 éve dolgoztam Görögországban, 6 éve jártam. A Magánszigeten. A Magánszigeten, igen. Tudtam, hogy köröznek, mert a légióban figyelmeztettek. 11 ben adtak ki egy Schengen-körözést. Szóval ugye nem. ott uh, Szlovákiában nem évül el a, a büntetés? Így van, nincs elévülési idő. Arra nem vonatkozik az elévülési idő, aki külföldre menekül az elől a büntetés végrehajtás elől. Uh -huh. De ezt az államnak be kell bizonyítani. Én esetemben ezt nem tudták bebizonyítani, mégis le kellett ülnöm. Hogyha egy valaki rengeteg pénzbe került a, a, a négy ügyvéd voltak éppen a görög ügyvéd a három a szlovák ügyvéd és se, sehova nem jutottam vele. Melyek lehetett közel hogy magyar vagy. Ö, gondolkodtam ö, ezen hogy hogy miért ö, igen eszembe jutott az is hogy a magyar kisebbség. Nehéz megmondani. Mm. Nem akarok politizálni. Mm. Szóval uh, letartóztattak görög, uh, makedon görög határon, a görög görögök, és uh, bevittek. Feleségemmel mentünk autóval, lett volna egy két, két, napos plusz munkám, mint testőr Görögországban, de úgy volt, hogy a cég kifizeti a feleségemnek is a hotelt, meg mindent, akkor mondom, megmutatom, hogy hol dolgozom, melyik szép szigeten. Hát de nem jött össze, sajnos. Úgyhogy a feleségemek letartóztattak, egy óra húzó van a határon, feleségem sírva visszafordult az autóval, engem meg elvittek. És akkor hat hónapot töltöttem, négy hónapot tesz a uh -huh. egy Egy hónap... De azt gondolom egy elég hárt hely lehetett. Hát képzeljünk el egy 70 éves épületet, és ami a legmegrázóbb volt az egészben, amikor lefeküdtünk éjszaka, lekapcsoltuk a villant, és több száz csótány jött elő az összes, összes nyílásból, ami létezett így a csótányok. Non-stop. Első két nap, nagyon három nap, nagyon nehéz volt megszokni. A tehető bogarat, látod? A dzsungelálmod visszatért. A hát nem ez a dzsungelálom, de mindegy. De az a, az a szerencsém, hogy Afrikába azért hozzászoktam, mert az, az afrikai lakta. Nem akartam megszökni, tehát hogy te meg tudsz szökni ilyen Öl... helyekről, nem? Tehát, hogy kiképeztek el. Lehetetlen megszökni, mert ha? mit érek el vele? Mit értem volna el vele? Csak hogy nem jött elő belőle ez a, ez de a szökési Bárgy. Igen, hogy, hogy meg kell, de nem. Azt mondtam, hogy nem, hát van családom, van, van, van egy édesanyám, nővérem, van egy beteg húgom. Szükségük van rám, és ez, 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 ez fogja rákni, az íre a pontot. Ezt végig kellett csinálni. Ok okos döntés, tehát én sem szöktem volna meg, Persze. csak az emberből mondom, hogy ilyen kiképzések után pont ilyen szituációkból tanítottak meg megszökni, akkor azért elő előtör a Sokan beszélgettek róla az udvaron, így megszökni, úgy megszökni. Legalább bár hogy hogyan, olyan de, csinálnád, nem? De én, én, nem. Nekem volt a szerencsém, viszont ez a négy hónap teszolni, érdekes, érdekes volt, Képzeljünk el, egy, mikor az első nap bemész egy, egy, egy ilyen nyitott folyosón, van 10-10 cella oldalanként, 10 személy, 10 ágy, 5 emeletes ágy cellánként, és akkor ilyen mindenféle figurák, akinek 80% a migráns. Ez lehet Észak-Afrika, Közép-Afrika, lehet Szíria, Pakisztán, rengeteg muzulmánok főleg, akkor, és akkor ott mész be, és mindenki így rád néz, az a 180 vagy 200 szem, az csak téged néz, mikor mész a folyosón. Na itt tudtam, na, itt bunyózni fog kelleni. Mm -hmm. Úgyhogy én erre számítottam. És volt egy kellemes meglepetésem, hogy a, a, a görög börtön a, a, a Bunyóztál is? Nem, nem kellett. A görög börtönben a, a főnökök a grúzok. Rengeteg grúz van. Mm -hmm. És ö, nekem ez egy nagyon kellemes csalódás volt hogy a grúzok, és mikor bekerültem, akkor azt mondták, tiszinás, Násbrate, te, te miénk vagy testvér, ha valamire szükséged van, akkor szólj. De megelőzött a hírem, mivel a, a, négy napos fogda, a rendőrségi fogdába például elvittek a bíróság, és annak kiszivárgott, hogy, hogy kinek a security manager melyik szigetről lecsukták, de 19 évet szolgált a légióba, ezért és ezért körözik, és egy újságcikk megjelent rólam és ők ezt tudták. Hát görög börtönben vannak telefonok, van tetováló szalon például, uh -huh. főzik a pálinkát minden pénteken bent a börtönben. És bulis. Hát aki a megteheti... Lev kivéve. Hát igen, aki megteheti, annak, annak ilyen élete volt. Börtönben egy kávé és egy cigért mindent el lehet érni. Mm -hmm. Mert akinek nincs pénze, dohányos, és nem még se tud venni, az, az kitakarítja a cellát, például egy, egy kávéért és a cigért. Mm -hmm. Úgyhogy koridaló egy hónap Atén, és aztán vissza Thesszaloniki, és hat hónap görög -Börtön után kiadtak a Szlovákiának. És ott letöltöttem másfél évet. De akkor ez mostanában volt? 21. 21. június 10-én szabadultam. Mm -hmm. Úgyhogy nem volt könnyű 50 éves, 51 évesen csuknak le olyan dologért, amit 25 éves korodban történt. Szóval ezt, ezt volt a legnehezebb elviselni, meg azt, hogy Franciaország nem tett érte semmit. Próbáltak a légiós kollégák segíteni, még az ezredes is próbált segíteni, és zárt ajtókba ütközött mindig. Tényleg? Ez valami, valami politikai, nem, nem tudom, mi lehetett az oka. Egyszerűen tudtam, hogy ez, ez, ez így fog végződni, hogy ez a két ezt év le kell, ülni. Hogy le kell ülni. Visszagondolva, nem bántad meg egyébként ezt a 19 évet, amit ott eltöltöttél, mert tulajdonképpen ez okozta, vagy hát ez, ez vezetett oda, hogy akkor a légióban szolgálj. Visszanézve a 90-es évek helyére. Tehát, hogy nem arra gondolsz? <laughs> Több, mint valószínű. Aha. Több, mint valószínű. Ö, igen, muszáj, muszáj volt elmenni. És jött ez a löket, volt egy olyan, történt egy olyan dolog az ítélet mellett, ami az utolsó csepp volt a pohárba, hogy hmm. innen el kell tűnni. És... Ö, és én, én nem bántam meg. nem, nem bántam tett, meg, mert... Az a tisztelet, nem is elsősorban az ítélet miatt mentél, hanem a löket miatt mentél. Amikor, ez a löket volt. Itt, itt, itt az kolsz, a... mi az Így igaz. van, ez a löket volt az, amikor, amikor el kellett menni, hogy, hogy igen, most el kell hagyni ezt az országot. És számom, hogy megbántam-e? Nem bántam meg semmit. Utólag már nehéz ezen gondolkodni. 19 év, gyönyörű 19 évet töltöttem a légióban. Olyan országokba jártam, olyan embereket ismertem meg, akiket nem ismertem volna meg ennélkül. Lehet életemben nem jutottam volna soha új Kaledóniába például. Hogyha 9, 9 ember a 10-ből, tudja, hol van új Kaledónia például. Én sem tudom, hogy hol van, de egy kicsit idealizálod, nem? Azért ezt a világot így utólag visszagondolva. Ö... Figyelj, mi, uh, idővel, mindig a légióban azt mondtuk, idővel még a rossz emlék is szépé válik. Mm. És, uh, és hogy katonát faragtak belőlem, uh, katona akartam lenni, rengeteg dolgot tanultam a munkám által, a légió által kaptam jó munkát, hogyha most megkapom a szerződést, azt is azért, mert légiós voltam, mert civil ember ezt nem fogja megkapni. Szóval rengeteg dolgot hozott nekem az életemben a légió. Persze csalódtam is benne, hogy nem segítettek, de nem tudtak segíteni. Voltak rosszakarók is, amikor lecsuktak, akkor, akkor nagyon sokan áttestek a szűrőn. Úgyhogy mi, mi magyar, magyarok közül is. Aha magyarok közül is, áttestek a szűrön páran, Ö, én tudom, miért csokták le, tudod, mentek a pletykák, akkor a rögtön persze nem tudtak semmit, de akkor már mindig, mindig púderezték a sztorikat, mint a szökött légiós, amikor könyvet írt, tudod, az ilyen felpúderezett sztorik. Vagányabbnak ja. tűnjője. Ja. Hát igen, mert muszáj eladni valamit, mert hozzászoktak a jó fizetéshez a légióban, és megszöknek, nincs fizetés, akkor valamit el kell adni. Ja. Oké, hogyha valaki kíváncsi, a további sztorikra a könnyedén megtalálja. Még egy kérdésem lenne, hogy hát egy témakra, amit szeretnék egy kicsit veled átbeszélni, hogyha ebbe benne vagy. Te mit látsz most az ukrán-orosz háborúnál katonai szemmel? Ö, meddig tarthat szerinted, meddig tud kitartania az orosz katonaság? és egyáltalán ez nyerhető-e mondjuk az ukrán fél részéről? Nem akarok elárulni a titkot, egy orosznak dolgoztam a Gyaragországban. Uh -huh. Hogy rátapintottam látod? Ugye? Ha azt mondta, hogy ez így van, akkor az úgy volt. Uh -huh. Ott nem volt mellébeszélés. Ott, ott, ha azt mondta, hogy ez A, akkor ez, ez, ez így kellett lenni. Itt, itt nem lehetett másképp. Mindig az volt, amit mondott. És ha mondta, akkor ő mindig betartotta a szavát. Soha nem vágott át senkit. Én oroszokat ismertem, ö, ukránokat is ismertem. Rengeteg légiós, most nagy konfliktus van a légiósok között, ö, ukrán ö, és az oroszok között. Van egy barátom, vagy két barátom, egyik ukrán, másik orosz, elvette a nővérét, és elváltak, képzelj, de e háború miatt így van. Mm -hmm. Ö, mi a véleményem? Hát az én véleményem szerintem nem sokat számít, de de szerintem rossz fárba vágta a NATO-a fejzét. Ez az én véleményem. A támogatások miatt? Ö, igen, a támogatások miatt. A szankciók miatt, mert a szankciók, ezek, ezek csak ellenünk szólnak. Ez... Szóval ez, ez nem orosz, hogyan, hogyan, hogyan tudok én valakit ö, szankcióval sújtani, amikor megvan mindene? Megvan a kőolaj, megvan a gáz, van arany, van gyémánt, van fa, van szén, mindenük megvan. Most, hogy a katonai nézőpontból kérdeztem ezt, hogy arra próbálom terelni a beszélgetést. Hogy ugye arról van szó, vagy azt mondogatták mindig, hogy Oroszország, katonassága az nagyon fejlett, nagyon sokan vannak, és nagyon jól teljesítenek. Most azt hallani, hogy ez meg látszik. Tehát, hogy mintha az orosz hadsereg az nem lenne annyira helyzet magaslatán, mint amennyire azt. Várták látatlanban. Több függ, melyik tévét nézi az ember. Uh -huh. Hogy melyik... Narratíva értem. Igen, mert egyik fél azt mondja, hogy így van, másik fél szerintem az orosz hadsereg az rendíthetetlen. Az mindig ugyanaz marad, mint ami volt a második világháborúban. Nagyapám oroszok ellen harcolt, orosz uh -huh. fogságban volt négy és fél évig. Lehet, hogy megfordul szegény a síriába, hogy én inkább ilyen az oroszok mellett nem, nem állok egyik oldalon se. Mert nekem ehhez nincs közöm. Nem az én háborúm. De én én katona szemben én azt látom, hogy az orosz még csak nagyon visszafogja magát. Ez az én véleményem. Szóval, szóval, ha az Tehát orosz... Kell alábecsülni őket? Igen, túl, nagyon alábecsülik őket. Ö, sok elemző ki mondja, hogy nyugatnak nincs két-három napra vagy egy hétre való lőszerük van például. Hm. Úgyhogy hogyan akarnak az orosz ellen háborúzni? mikor évek óta készülnek erre a háborúra. Szóval nehéz. Azért... Ebből egy ember fog kijönni, egy ország fog kijönni nyertesen. Amerikára gondolsz? Így van. Ah. Figyelj, de azért kimondhatjuk azt ugye a te nevedben is, hogy azért háború nélkül élet az igazi élet. Tehát úgy is, hogy te szerettél harcolni, szerettél katona lenni. Hát igen, háború nélkül igen, de az a baj, hogy hogy háború, nehéz háború nélkül élni a mai világban. Mert olyan konfliktusok vannak, elég, hogy egy, a két ország például, testvérnép, itt van, lehetetlen más országokban csinálnak háborút. Kiprovokálják a háborút mindig, mert van, aki abból él. Mm. Szóval, szóval nehéz. Persze, hogy itt van Európa, nem ismerjük a háborút közel 80 éve, igaz, ha nem tévedek. Szóval... És nem is kívánom, hogy megismerjék mert sokan. Sokan a fotelforradalmárok, meg a tüntetők, ezek nagyon szeretik a, a háborúról beszélni, kritizálni, videókat küldeni, nem tudják, hogy milyen az, mikor melletted bűzlik egy hulla, vagy melletted lőnek le valakit, vagy egy gyerek haldoklik, mert meglőtték. Na ezt nézzék meg az emberek. Ha ezt meglátják, akkor teljesen más szemmel fognak gondolkodni. Nagyon könnyen beszélnek a háborúról, főleg azokat vinném ez, ezeket a eseteket megmutatni, akik a döntéseket hozzák, azokat kellene oda vinni, a családjukat kellene oda vinni. Én katona szemmel ezt így látom. Tehát akkor békepárti vagy? Hát békepárti vagyok, igen. Oké, okay, ez jó végszó volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál beszélgettünk ezekről a témákról, szerintem nagyon izgalmas volt, és hát kívánom, hogy akkor egy következő könyv majd a Titkos Szigetről szülessen, az is érdekes lehet. Köszönöm szépen, Levente. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nyomra rá a csengőikonra, hogy az jelezze, hogyha új videó érkezett. Nézd meg a korábbi beszélgetéseket, szólj hozzájuk, lájkold őket, és hogyha ezek után még van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon, vagy újabban a TikTokon is.